nem volt. Hát ott sehol sem volt. Az üveghegyen túl, hol a kurta farka malasz túl, vagy még azon is túl. A Tiszán túl. Ott valaki is túl siet beléje. Vagy mégis inkább itt a zselési dombok alatt. Érte egy ördög. Ördögöcske. Annak volt egy kecskéje. Hogy tegyen a kecskére, hajtogatta legeltette dombról dombra. Nem úgy van az. Jobban mondva két kecskéje. Hét kecskéje. Hogy a hangja gyönyörű.
úgy fordult, hogy tűzített ki. Még az akkor megyek rengeteg perleket, kecske! Ördög megkapta az elsőt, ahol értem. A farkánál fogva, s az orvol kihajította. S aztán a másikat, s a harmadikat. Ics, ics! Mindenek leszakadt, ördögünk kezébe maradt. Na azóta rövid farka a kecske. De legalább meg lett mentve. Illetve a legutolsó oly erővel lendítette meg, hogy a kecske a száján át a bőréből kicsúszott, a bokrásba beugrott. A bőrét meg, hogy meg ne romolna, felfújta, hogy tegye polcra vagy a gerend a szögére. De a szúz belőle mind kiszökött. Mivel dugaszolja be? A három síp épp indik bele. Beledugta, bekötötte. A levegő most is szökött éppen, de most a nádonács meg is szólalt szépen.